Csoki, szevasztok, Christopher vagyok, és nézzétek ti is a Party Shakers-t! Nagyon jó a buli, esküszöm! DJ Christopher, a legjobb DJ a világon! Ez itt a Party Shakers legújabb adása. A mai napon itt vagyunk Budapesten, a Cat Clubban. A mai napon itt van velünk Daniel, Nike és Christopher is. Hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és tartsatok velünk a mai adásban is, érdemes lesz. Thank you so much. Ennyi? Yeah. Where are you from? Germany. Oh, az a legjobb. Yeah. Arra, hogy annyira szar az angolom, de nem akarom tőled kérdezni. This is parties. This is the best party. Érti. Hogy érzed magad? Köszönöm szépen. Pompás a zene, pompás a társaság. Tökéletes a buli. Minek köszönheti, hogy ilyen jól érzed magad itt a kertbe? Imádom a helyet, imádom a zenét. Ennyi az egész. Nincs titok. A jelenlegi bulizók milyen gyakran találkozhatnak veled? Milyen gyakran lehet veled itt összefutni? Heti 2-3-szor biztos. Ez a minimum. Milyen gyakran jöttek ide? Nem túl gyakran. Első alkalom. Hogy nem voltatok eddig? Nem ismertem eddig. Mi az első benyomásod a helyről most? Nagyon jó. Akkor legközelebb találkozunk újra itt. Békés Csabáról érkeztem, most vagyok itt először, nagyon-nagyon jól érzem magam, igazából király a buli. Ilyen jellegű bulikba szoktál elmenni máshova is? Csak ilyen jellegű buliba. Akkor mit tudom én, egy katapult DJ Szecsei már neked nem játszik? Nem, én Szecseit ezt igazából nem ismerem. A kedvenc az Gaga és Saba. Igen, de akkor inkább az underground maradt, de ebben maradtál. Full techno. Na most jelenleg itt vagyunk a kedve, nem voltál még, azt mondtad? Soha nem voltam még. Itt megfordulsz, mi a véleményed a helyről és a díszletről? Ultra király. Nagyon-nagyon jó. Szerinted te leszel az a személy, akit záráskor nagyon nehezen lehet majd hazaküldeni, ugye? Az lehetséges. Szeretjük ezt a helyet, péntek, szombat itt vagyunk, itt. Igen, mindig itt. Mindig, igen, mindig itt. Barátokkal, barátnőkkel, hogy toljátok? Most, ha fönn lesz ez, ha nem, valahol, mi most nem vagyunk itt. Inkognitóban. Készülünk a halfőző. Akkor csak is a mai, akkor a mai Christopher-es buri miatt szoktatok el ide? Nekem Magyarországon olyan number van. Nagyon vártuk már ezt a bulit, de nagyon sokat bulizunk a hétvégén, és már az asszonykám, meg a barátaim asszonykája mondta, hogy kicsit vissza kéne venni. Készülünk a halfőző fesztre, szeptember 11 baja, 3 napos izommenetelés, kell a pihenőd át. Annyira vártam már ezt a bulit, és ugye megbeszéltük, hogy nem jövünk, úgyhogy én eltipliztem az asszonykától, azt lejöttem bulit. Milyen a buli? Elképesztően jó. Ha eljöttök Pestre bulizni, vagy ha itt vagytok, nem tudom, tisztázzuk, ide valósiak vagytok? Igen, pestiek vagyunk. Milyen helyeket szoktatok választani?
Hát az Ötkert, a Rio, Heaven, ilyesmi, de ez a kettő is tényleg nagyon-nagyon jó. Igazából, ahol DJ Christopher van, ott mindig jó a buli. Követitek? Ahol fellép, ott vagytok? Pontosan. Vidékre is elmentek? Mindenféleképpen. Hol voltatok eddig vidéken? Plázs, Salgótarján, Szabadbattyán, minden. Követjük, ahová megy. Nagyon-nagyon jó. Tényleg, szerintem kevés ilyen tehetség van Magyarországon, mint ő. Mit szóltok a hangtechnikához, ami miatt nem halljuk egymást? Micsoda? Mit szóltok a hangtechnikához, ami miatt nem halljuk egymást, és kiabálnom kell? Kurva jó! Hello, sziasztok! Szia! Mennyire örültök nekem, hogy ide jöttem hozzátok? Amúgy már megismertünk, szóval kurva örülünk! Legjobban! Én is örülök nektek, itt vagyunk Budapesten, a... Kedve! Még halljuk egymás hangját legalább! Most még igen! Igen. Mit szólnak ehhez a kibaszott jó hangtechnikához? Igen, kibaszott végig. Alapból az, hogy techno szól, azt már imádjuk, mert egy ilyen jó szórakozás szerintem 10 per 10. Ennél jobbat nem tudok mondani jelenleg. A legjobb! A legjobb! Gyakran eljöttök ide! De most már nem hallod! Gyakran eljöttök ide! Itt még nem voltunk. Csak a Christopher miatt jöttünk. De a hely is megtezett, szóval biztos, hogy fogunk még jönni, meg kurva jó tényleg. Figyelj, most vagyok itt őszintén először, innentől csak ide. Csak ide. Szerintetek egy klub? Mitől jó klub? Egyet értünk. Akkor bulival. A bulikban hogy szoktanak lötyögni egyébként? Van valami betanult koreográfia, hogy egyet balra, egyet jobbra, vagy mindig változtattok, pumpáltok, vagy mi? Hát figyelj, fölveszek az ütemet, picit jobbra, picit balra, ahogy mondod. Technót föl kell venni. Épp ami jön! Ennyi. El kell kapni. Ezt szoktátok kapni? Hát. És a csajokat hogy kapjátok el? Hát ahogy. Épp ahogy jönnek. Hát most... Figyelj, egyet értek. Nem értettem, de egyetértek vele. Megbízok benne. Az az igazság, hogy sosem voltam nagy fesztiválos, de legalább annak örülök, hogy a klubszezon megmaradt. Egyébként idén elmentem volna fesztiválozni, bímálék meg hasonlókra, úgyhogy emiatt egy pici zavar engem is. Szóval, ha foci meccs van, akkor hadd menjünk már fesztiválozni a kurva életbe bele. A buli. Kurva jó! Kurva jó! Voltatok már itt ezelőtt? Én most vagyok itt először. Hogyhogy nem voltál? Másfajta bulikba szoktam járni, de nagyon szeretem a technót, úgyhogy élvezem. És a mai buliról összességében, a hangzásról, a mindenféle technikáról, a díszletről, mi a véleményetek? Nagyon jó, élvezem. Eddig ez a legjobb kert bulim, és nem ez az első, szóval... Akkor pöpec a buli. Miért szerettek ide járni? Van valami olyan dolog, amit kiemelnétek? Hát maga a zene, meg a hely így. Nagyon jó vagy te. Zene miatt nyilván. Ha elmentek bulizni, akkor általában kikkel teszitek ezt meg? Barátaimmal. Általában barátnőimmel, ja. Abban nem szokott összeveszés lenni, hogy egy baráti társaságban mindenki máshova akar menni? Ezt hogy döntitek el akkor? Figyelj már, menjünk a kertbe, menjünk emelbe, menjünk a mapba. Ez hogy dől el a végén? Hogy a kertbe jöttök? Hát ahogy alakul általában, de amúgy ebben mindig szokott balhé lenni, hogy most hova menjünk, de ahogy jön. Hát általában megbeszéljük, hogy akkor ennyi időt itt vagyunk, ennyi időt ott, és akkor így alakul. Így egyszerű, felpattantok egy lime-ra, és végig szeritek Pestet, nem? Igen, hát úgy szoktuk, ja. Elmondtad nekem a videó elején, hogy mi már találkoztunk valahol. Igen, már egyszer a Rockvárklubban Miskolcon. És most meg itt vagyunk, jó pár száz kilométer elodén. De megint, akkor újra szeretnél szerepelni a videóban ezek szerint. Hát, ha már így alakult. Akkor így alakult. A mai buliról mit tudnál nekem elmondani? Eddig nagyon tetszik, még szerintem most fog jönni a java. A Miskolci buli eléggé mainstream volt, tehát az valami rapper volt aznap szerintem. Igen, ezt megmondhatni, hogy azóta kicsit magasabbra szálltunk. És akkor
akkor azóta csak ilyen bulikat látogat. Igen, már most igen. És akkor az elmaradatlan sikítás! Hát ez nem volt olyan, mint Miskolcon, majd belevágom, hát jó? Hát már elfogyott a hangom azóta. Szia! Hello, sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok! Mit tudnál nekünk elmondani a klubról és annak a történetéről? Hát a klub az nem olyan régi, kevesebb, mint 2 éve nyitott. Jelenleg 1 éve dolgozom a klubnál, december óta parti szervezőként is. Azt gondolom, hogy nagyon szépen épültünk az utóbbi időben, folyamatosan teltházaink vannak, ahogy látjátok, illetve törekedünk olyan rendezvényeket csinálni, ahogy egy picit más, mint amit megszokattak az eddigiektől. A mai buliról mit tudnál elmondani? Ugye van külön tematikátok is ma este. Igen, ez Christophernek a saját estje, ami róla szól, illetve arról a zeneiségről, amit ő képvisel. Ezt megfejeltük egy olyan klub dekorációval, amit sehol nem láttak az országban. Mennyire nehéz a budapesti közönséget kiszolgálni, mert sokan mondják, lehet, hogy ez csak egy sztereotípia, hogy a vidéki közönségnek sokkal könnyebb, mint a pestieknek. Ezt te hogy látod itt? Nézőpont kérdése, dolgozom ugye vidéken is, meg Budapesten is. A budapesti embereknek az inger közön sokkal magasabban van. Sokkal jobban oda kell tenni magát egy rendezvénynek ahhoz, hogy tényleg sikeres legyen. Nem elég az, hogy csak összeszedsz néhány DJ-t, kiraksz egy plakátot, és akkor megy a buli. Kell nekik az, hogy valamiről szóljon az a rendezvény. Mi azt gondolom, hogy ezt folyamatosan tudjuk hozni. Az elmúlt időszakban, amióta újra lehetnek bulik, milyen nagyobb volumenű rendezvények voltak itt? Nagyon sok klasszik bulit csinálunk, ugye mi a felnőtt szórakoztatásra vagyunk ráállva. Tehát mi nem a fiataloknak szeretnénk jó bulikat csinálni, hanem annak a korosztálynak, aki otthon marad mostanában, nem nagyon tud hova menni. Mi őket szeretnénk bulisztatni hétről hétre. Itt vagyunk a rendezvényed végén, hogy érezted magad a ma este folyamán? Hú, hát nagyon elfáradtam, kegyetlenül első körben, és nagyon jól éreztem egyébként magam. Teljesen a elvárásaim felett teljesített egyébként a rendezvény is. Közel több mint 410 voltunk, úgyhogy ez egy elég komoly számnak mondható, tehát hivatalosan is létszám stop volt a klubba, úgyhogy hú, hát nagyon-nagyon feldobott vagyok, de ugyanakkor nagyon fáradt is egyben. Már több mint 10 éve jelen vagy a zenei DJ világban. Azon egyikek közé tartozol, akik már nagyon fiatal korukban ott állhattak a DJ pultban. Hány éves voltál? Legelőször DJ pultban 10 évesen álltam, ugyanis édesapukám és édesanyukám nagyon szeretett klubokba járni, és nagyon sok klubtulaj volt a baráti körükben akkoriban, és sokszor nem tudtak hova tenni engem hétvégére. Tehát a mama nem tudott rám vigyázni, ezért beraktak a klubba, és ott is a legspecifikánsabb helyre raktak, ahol nem lehet ugye gond velem, ez volt a DJ pult, úgyhogy ott meg sikerült eltanulnom mismásolni a kis dolgokat, úgyhogy így jött aztán, hogy érdekeltséget tettem ugye a zene iránt. Olvastam egy interjút, vagy hát többet is, amiben mondtad, hogy már folytattad a suliban is a zeneírásokat, a szünetekbe vitted magaddal a laptopot. Ez az ambíció a mai napig benned maradt? Abszolút. Akár mész fellépni mondjuk, és van egy ötletem, akkor ezt még borsod 3 óra hossza, akkor... Mindig. Pont ezért van az, hogy sokszor ugye, hogy a sofőrrel megyek, akkor én mindig begubbasztok a hátsó ülésre, és egy editet, egy akármit, bár nem azt az editet, őt is ismerjük, de... másik, igen, egy másik. De tehát ugye egy verziót csinálok egy zenéből, ami nekem éppenség, fú, ezt most meg kell csinálni, és ott a helyszínen, akkor egy ilyen 1 óra alatt a masterrel mindig összedobom így fülesbe. Nagyon sokszor, tehát tényleg bárhova megyek, ez még a mai napig itt van bennem egy passionként. A második önálló esteden voltunk itt a KED-ben. Várhatunk-e harmadikat? A harmadikat, negyediket, ötödiket, minél többet, így van. De nem szeretném túlzásba vinni egyébként. Szeretném az exkluzivitását megtartani ugye az egész rendezvénynek. Nem titok, hogy egyébként turnéra is készülök a rendezvénnyel, ugye országszerte és Magyarország környéke szerte is mindenhol. Úgyhogy mindenféleképpen, tehát lesz folytatás, nem is kicsi.
Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok a mai adásban, tartsátok meg ezt a jó szokásatokat. A mai napon itt voltunk Budapesten a Cat Clubban, DJ Christopherrel, Varvamba pedig Daniel Nike-val. Jövő héten egy újabb helyszínen találkozhatunk. Találkozunk akkor, addig is sziasztok!